Sziasztok! Ez a második része a Blood végigjátszásomnak. Ez a második pálya. És akkor kezdjük. Egyből egy zombi fiú. Na nézzük csak ezt a TNT-t. És kíváncsi leszek egyébként a hangátvitelre, mert most egy külső mikrofont használok rögzítéshez. A múltkori videónál a kamera hangja volt olyan, kicsit olyan, mintha egy ilyen hordóból beszéltem volna. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Igen, ez a mondat Montgomery Burns szájából hangzik el az 1993-as Simpson család Three House of Horror negyedik részében. Ebből egy képet most szépen bejátszok. De a lényeg az, hogy most robbantani fogunk egy nagyot. Ez van, skacok. Aha, ott ólálkodik egy... Na mondjál, kifüstöljük. Lehet nem kellett volna annyit ennem ebédre, most egy kicsit le vagyok lassulva. Na nem baj, majd felgyorsulunk. És ilyen lassú gyilkos leszek. Lassan ölök. Igen, ennek a jelzőpisztolynak van egy ilyen alternatív támadása, hogy egyszerre kb. 6 vagy 7 rakétát lő ki, és akkor nő a sebzés. Micsoda? AI Rail Freight Co. Na, jó van, pörögjünk fel egy kicsit. Denevérekkel nem kell foglalkozni különösebben. Vigyázz, nehogy aknára lépj! Azt mondom, most fogom felhasználni ezt a tárgyat, amit előző pályán megszereztem, de jól lehet látni, hogy hol vannak az ellenfelek. Meneküljünk, zombi fiú elkezdett üldözni. Nesze! Veszély. Hát igen, veszély, mert jövök. Vigyázzatok, jövök! Gyere, megdöfködlek. Döf! Aha, ott van egy csukjás. Gyulladj meg most! Elvileg itt is lesz egy. Másik oldalon nincs. És most durr, durr! Jaj, ne! Ő is szokott dobálni néha dinamitot. Jó, hogyha legugolok, akkor kicsit nehezebben találnak el az ellenfelek. Úgyhogy ezt fogom is alkalmazni többször. Itt nincs semmi. Ebben a hullában szokott lenni egy életerő. Aha, jól emlékeztem. Na, ezt majd feliratozom, hogy ez mi volt. Ezek a ilyen gatyás emberkék abból a szempontból jönnek jól, hogyha közelben vannak, akkor az ellenfelek őket támadják meg helyettem. Ami lássuk be, olykor jól jön.
kifogytam mindenből. Ilyen sem nagyon volt még. Ez kezd izgalmassá válni. Na, van most már shotgun. Ajaj, ennek felesett réfa. Visszamegyek, mint hogyha... Aha. Ott van egy életerő. Ja, ezt majd elfelejtettem. Miskatonic Station. A Miskatonic Station, Miskatonic állomás, Howard Philip Lovecraft Cthulhu című művének egyik helyszíne volt a könyvben. Ideje menteni egyet. Nagy lett. Ez jó. Durr! Igen, mint mondtam, elég nehéz játék. Oda kell figyelni. Ez egy ilyen univerzális páncél volt, mindenből kaptam 50 pontnyit, és max 100-ig viszi fel, ha jól tudom. Pikmin's Rare Books and Maps. Pikmin ritka könyvei és térképei. Mondjuk olvassunk valami érdekességet. Igen, most jól jönne egy TNT, mert hogy ott vannak bent. Nem is veszem fel, mert 97%-on vagyok. Itt van egy titkos hely, hogyha ezt a pénztárgépet itt aktiválom. Hát mégis fel kell vennem. Igen, akkor itt egy titkos hely, meg itt. Egy fizikális páncél. Jojo in person. Book signing. Könyv aláírás. Hát igen, ezzel a karakterrel majd egy későbbi pályán fogunk találkozni. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen cirkuszi ember. Keshov Arnon Tilado Pub and Grill. Itt is ólálkodik egy pap. Egyébként utána olvastam ennek, hogy a papok azok milyen nyelven beszélnek, és latin, francia, azt hiszem spanyolnak a keverék nyelve az, amit ők használnak. Ezeket megdöfködjük, ezeket az üvegeket itt. És nem fogok így bekajálni. Tisztára le vagyok lassulva. Jó kis muzsikát felrakjuk. Ennyit erről. Nem patkányok. I like my hands bloody. Jó.
Gyere, zombi fiú. Elég sötét van itt bent. Ennél a hunnánál van valami? Jó kis hangeffektnél több nincs. Na igen, ez ilyen láthatatlanság bónusz. Most időlegesen láthatatlan vagyok. Ez most itt jól fog jönni. Felmegyek itt ezen a lépcsőn. Nem lát. Könnyű volt így láthatatlansággal, de már most lefoszlott rólam. Itt is van egy titkos hely. Ilyen dupla fegyver. Hát dinamitból nem lehet kettő, de shotgunból például igen. Amúgy annyira nem szeretem ezt a bónuszt, mert sokszor ilyen stratégiai, ilyen stratégiai helyzetekben rosszul jön, hogy kettő van, furcsa mód. Igen, fő ellenségeknél még azt mondom, hogy oké, csak ott meg sokszor nincs. Na ez az a bónusz, ami 100 életerőt ad, egészen 200-ig. Felmegyünk a lépcsőn, és itt most elvileg lesznek ellenfelek. Jó, TNT-m az még van. Azt hiszem, hogy még itt is lesz majd valami ellenfél. Nem jöttem ki túl jól belőle. Na még egy próbát. Hát ez így nem jó, hát lőnek rám, ember. Yeah, single white female. Aha. Királyság. Úristen, dinamit! Itt elbújunk ide szépen. Itt egyébként van egy csapda, hogy itt most elkezdenék menni ebbe az irányba jó sokáig, akkor idő után elindulna a vonat, és akkor kampec. Úgyhogy ezt inkább most nem csinálnám. Igen, a falon ilyen repedés jelzi azt, hogyha be lehet robbantani. Van egy robbantási lehetőség.
könyvesboltban lyukadunk ki. Mi ez itt? Erővágó? Nézzük meg ezeket a hullákat. Lehet focizni egyébként tárgyakkal. Durra! Van ez a fej. Morbid. Northbound Express. Na hát ennyi volt ez a pálya. Hát egy kicsit most ilyen visszafogottabb volt ez a kommentár, de majd a következőnél megpróbálok egy kicsit jobban oda tenni magam. Sziasztok!